Amikor gazdasági válság van, akkor mindenki bűnbakot keres, és most nagyon, nagyon könnyen stigmatizálják a szegényeket, és főleg a cigányokat, hogy ők a felelősek ezért, hiszen élősködnek, hiszen nem akarnak dolgozni, és ezek a sztereotípiák most nagyon felerősödtek, és nyilván ad neki az is egy gellert, hogy ez a politikusok szájából is elhangzik. Igazából nagy jövőképem nincs. Hihetetlen, hogy tudtunk megtanulni úgy élni, hogy az ember nem látja szeptemberben, hogy be tudja fejezni a tanévet, és nem tudja, hogy a következő tanévet el tudja kezdeni, de megtanultuk. Az alapítvány 5 évvel ezelőtt kezdett egy olyan stratégiaszerű munkába, amelynek során azt tapasztaljuk, hogy az állami ellátórendszer az olyan hézagokkal van tele, annyira nem teremtenek kapcsolatot egymással a különböző ágazatok, és annyira rosszul működik az egész, hogy teljes családok tűnnek el ezekben a hézagokban, és termelik újra a nyomort. Most ez lehet, hogy ez Pestről nem látszik, vagy lehet, hogy a döntéshozók szintjéről nem látszik, de nekem úgy tűnik, hogy nem is nagyon akarják meghallani azokat a hangokat, amik a szegregátumokból jönnek. Nekem személy szerint óriási fájdalmam az, hogy a szegregált oktatásra az utóbbi időben lehetőség nyílt. Nem volt az integrációs program, ami az oktatásban zajlott, tulajdonképpen sosem túl sikeres, de legalább voltak próbálkozások arra, hogy az integrációra helyzet teremtődjön az oktatásban. Ugye elhangzott ez a miniszter úr szájából, hogy szeretetteljes szegregáció is létezik, tehát hogy lehet olyan szegregált iskolákat üzemeltetni, ahol lehet készíteni a gyerekeket arra, hogy utána majd integrálódhassanak, de én nem gondolom, hogy ez így van. A most regnáló kormány az egyházi iskolák támogatásával szinte lehetőséget adott arra, hogy az állami iskolák szegregálódjanak, az egyházi iskolák pedig egyfajta elitista képzést valósítsanak meg. Az egyház a rendszerváltás után fokozatosan visszakapta az iskola fenntartói jogokat, és épületeket és iskolákat kapott vissza. A korábbi kormányok azonban nem adtak extra támogatást az oktatás mellé. A most regnáló kormány az a normatívához egy olyan kiegészítést ad még az egyházi iskoláknak, amivel ők jóval magasabb szintű oktatást tudnak megvalósítani. Ezt a rendszert antiszegregációssá kozmetikázni nem lehet. Alapjaiban kellene átalakítani, de most azt gondolom, hogy a választások idején ezt nehezen fogja bevállalni bármelyik oldal. Ha így marad és a szegregáció tovább erősödik, akkor mire észbe kapnak, megint ki fog jönni egy generáció, aki munkaerőpiaci szempontból értékelhetetlen tudással kerül ki fél analfabétán vagy analfabétán az iskola rendszerből, most már 16 évesen. Tehát az iskola kötelezettség lesz állítása miatt most már 16 éves az a korhatár, amikor már nem kell iskolába járni. És hát 16 évesen mégsem szociális jeledékre nem jogosult, munkát sem vállalhat, tehát gyakorlatilag a gyerekek ott maradtak a levegőben ellátás nélkül. Modell, amit az alapítvány egy Tord nevű községben, egy szegregátumban elkezdett, az egyre inkább mutatja azokat az eredményeket, amit mi vélelmeztünk, amikor ennek a modellnek a fejlesztésébe belekezdtünk. Azon túl, hogy a közösség megindult közösségként működni, hogy a gyerekek tanulmányi eredménye némileg javult, hogy az egészségügyi ellátásban tudunk segíteni, gyógyszerkiváltásban, emiatt nem kerülnek kórházba gyerekek. Ezeken kívül elindultak olyan munkahelyteremtő kezdeményezések is, amelyeket jelenleg még csak pályázatokból tudunk finanszírozni, de megpróbáljuk ezt megállítani gazdaságilag, ezeket a kézműves és kert növénytermesztési projekteket, hogy minél több munkahelyet adnak. Az a nagy dilemmám, amin mostanában nagyon sokat töprengek, hogy azt is el kellene döntenünk, hogy mi a célunk a gyerekekkel, meg ezekkel a családokkal. Azt akarjuk, hogy olyan tudásuk legyen, hogy elmenjenek onnan, és keressenek máshol munkát, vagy azt akarjuk, hogy ott próbáljunk meg élhető körülményeket teremteni neki. Azt hiszem, mind a kettővel foglalkozni kellene, de nem mondhatjuk azt, hogy mindenki költözön el, mert mindenki hova költözne, és ott a környéken más, senkinek nincs munkája. Tehát nyilván kell egy olyan generáció,
aki remélhetőleg munkaerőpiaci szempontból értékesebb tudással kerül ki, ezek lesznek majd a következő generációban felnövő gyerekek, de a szülőkről is gondoskodni kell valamilyen módon, mert nekik is meg kell élni valamiből, és ehhez munkahely kell. A mi modellünk is csak akkor áll meg, ha értelmes, jövedelmező munkát tudunk adni a szülőknek.